A 282 négyzetméter alapterületű műemléki épület és a hozzátartozó telekrész értékesítéséről februárban döntött a közgyűlés. Értékét 44,8 millió forintra becsülték. Az ingatlanra megérkezett az első és egyben eddig egyetlen érvényesnek tűnő ajánlat. A pályázók Gál Bence és Versegi Ádám Ápoló projekt fantázia névre keresztelték tervezett beruházásukat. Az előterjesztésből kiderül, hogy a befektetők a dinamikusan fejlődő egyetemi polgárságra építik az üzleti stratégiájukat, mégis a lehető legtöbb korosztályt igyekeznek majd megszólítani a szórakozó hely kínálatával. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester előterjesztését a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság kedden megtárgyalta, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.